Nyalihó is esti fény mindenkinek, próbálom ezt a játékot befejezni, most egy kicsit többet fogunk ezzel játszani, vagy hát végül is próbálok vele többet játszani, meg hát úgyis itt van az Androméda, meg már egy kicsit tudom ezt a játékot tény és való, úgyhogy próbáljunk haladni is vele. Azt akartam mondani, hogy szóval... Ennél azért nem kezdtem most hirtelen elindulni a hajón belül beszélgetni, mert az előző küldetést a játék nem számítja be nagy küldetésnek. És még egy dolog, még neki kezdene bárki itt a pályának, valamiért a játék nálam elveszi a fő fegyvert. És próbajáték alatt úgy jártam, hogy játszottam, és így hirtelen eltűnt a fegyver, mondom úgy. Úgyhogy az összes fegyverem eltűnt, csak az az egy... nem Predator, aminek hívják azt. Jó, hát nem hiszem, hogy éppen egy snipert fogok betenni. Repeszkus, nem, meg géppisztolyt még beteszek, azt még elbírok. Jó. Náluk... Érdekes, a másik kettő karakternél minden egyéb megmarad, csak nálam eltűnt a... mindjárt mondom mi, a fő fegyver, és ez a kis pisztoly mellett is így próbajáték alatt, hát mondom, ez egy kicsit vicces. Mondjuk ez így nem volt így jó, mert így egy kicsit nagyon nehéz volt. Játszani így az első két harmadát a játéknak, míg sikerült felvennem valami fegyverszerűséget. Na, vissza a történethez. Most van az, hogy a getekre fel kell töltenünk ezt a milyen kódot, kaszás kódot, és akkor felszabadulnak, de ez nem minden kvárinak össze. És itt van az, hogy titkolódzik a légió. Nagyon jó. Haladjunk már! Ilyenkor kezdve egy kicsit így úgy érzékelni, hogy talán... Jobb lenne, egy kicsit nehezebbre állítom, és akkor legalább a lövöldözés lehetne részni, de... Akkor meg pláne nem haladunk. Na. Arról van szó, hogy légió elhallgatta ezt a fejlesztést. Kicsit ráhaladottunk, hogy miért nem mondta. Acknowledged. Miért nem mondta el? És akkor most van az, hogy... Tali. Most először látja a anyabolygóját. Az otthonom. Home, sweet home. Persze. Sziklaformák. Hát... Hát nem tudom, olyan, mint hogyha a rétegenként tették volna fölre. Na, egy ilyen réteg, egy olyan réteg. Meg... Ilyenkor mutassák a tájat, mert most így nem értem, hogy erről a pár gajról, meg körről hogy lehet verset írni. Lehet, de hogy nem egy izgalmasat, az biztos. Kb. Úgy, mint a Gyűrűk Urában, hogy elmondják minden egyes ágnak a történetét. But when this is over, I'll have a home. Quarians spend centuries as nomads. You think you can go back to living in one place? We have gotten used to carrying our homes around with us. Ja, ez jó. Ez tetszett. Múltkor is. Belenyúltunk a kőbe, és most eltűnik a kő. Nagyon jó. És most fogja a levegőt. Nem tudtam, hogy a Mass Effect 3-hoz némi pantomim játék is hozzájárul. Na. E fura van árnyéka annak a kőnek egy kicsit négyszögletesen, de no problémo. Jé, és most, hogy nem feledkeztem meg róla. Hmm.
Köszi! Hogy lehetek ennyire béna? Tudom, végre nem nektek kell kimondani. Nagyon tisztában vagyok vele. Na, és akkor először is miért nincsen berakva a disztruktor össze? Köszönöm szépen. Good work, trainer. De szembe jutott egy másik videósnál, hogy megszólalt a játékos csaj. Cségó közben. Volt egy érdekes megszólalása. Na. Angolul van értelme, magyarul kevésbé. Jó. Ilyenkor van az. Hát és köszönjük szépen, itt most nem haladunk tovább. Kb. Ez történik. Látszik, hogy kicsit más játékokhoz vagyok hozzászokva. Mert még mindig a sprinterhez a shift gombot szeretném benyomni, pedig az nem működik. Csak... Na jó, még a Minecraft-ban is egy kicsit jobban tudok haladni, de komolyan. Na jó, mert egyből kapom szemből az áldást, köszönöm szépen. Combon lőttem. Na. Tali az meg a levegőben éppen állt. Küldjünk egy kis hangasztást neki. Hol vagytok még? Na. Here comes Johnny. Ah! És megint. Látjátok? Sajnos, vagy nem sajnos, itt azért jó egy pár kiegészítés található. Az nem tudom, kinek látszódott, de hogy Garus majdnem már egyből fel is baggolta a létrán túlra, de hát... Na jó, látszik, hogy ez már nem egy mai csirkejáték. Ki akar szemből rakétát kapni? Jó. Azok most a rakettyásokat fogják el kapkodni. Na jó, milyen az én szerencsém? Oké, és akkor most ti is kaptok egy kis szabotást. Mi lenne, ha fejére céloznál, Zsuzsi? Köszönöm. Hogy így hirtelen megjelentetek mögöttem, tényleg. Hátulról jött kedvesség, he. Jó. Ha jól emlékszem, itt több cucc nincs. Mehetünk tovább. Innentől kezdve ilyen nagyon egyértelmű helyeken vannak dolgok, mint ahogy most láttátok. Mint például, hopp. Mint például, itt is volt, úgy találunk dolgokat. Itten. Kicsit futikázunk. Csalunk.
Na jó. Hát azok el vannak. Már megint. Elmúlt a szabotás hatás. Na. Szépen, ez így le is tudva. Pardon, egy kicsit nagyon odafigyeltem, hogy... Annyira ne roncsam el. Na, amikor játszottam, akkor itt volt az, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, visszakapok egy fegyvert végre, vagy valamivel tudok már menni. Egyébként én milyen vagyok. Hasznosítás. Nya. Kicsit odafigyelek, mert most így nem tudom valamiért így. Na, jelenjenek meg ellenfelek, ma addig ezek nem aktivalizálódnak. Ugye itt lesz majd az a konzol, amin ajtó. Van itt még ellenfél? Na, szóval... Érdekesen ment nekem az első végigjátszása a játéknak, vagy is ennek a résznek, már nem akart minden úgy kijönni, ahogy én szerettem volna. Jó! Azt mondja, hogy... Ajtóvezérlés aktiválása. Valamelyik portálnál itt, vagy ilyen szerkezetnél kellene adatot kinyernem, de hol? Hát jó, ha nincsen, akkor most így... Én nem találom, úgymond... olyan adatot nem találunk itt, ami majd egy napló bejegyzéshez vezetne. Úgyhogy... végül is itt nyugodtan, itt pénzért megyünk. Jószerűen itt nincs olyan, ami úgymond jól jön. A napló küldetés ez jó lenne. Á. Nem sikerült a szabotás. Na most. Ha. És megint telibe egy rakétát. Istenem. Hogy lehetek én ennyire szerencsétlen? Na jó. Igen, és most jön az, hogy menjünk a lifthez. Egy tipp! Ne álljátok a lépcső elé. Ezért. Navpont. Na, ezek szerint a nemzeti adó és rám hivatal ide is elért. Navpont. Jaj, de szar, mi volt. Mi lenne, ha egyszer mondjuk elkezdenéd lőni, de úgy tényleg? Köszönöm. Nyomom neki a balegeret, és még mindig nem kezdted.
gyerekek, valami történjen, mert ez így eléggé vicces. Na végre. Köszönöm. Ez milyen már, hogy... Folyamatosan rám lőnek, és nem tudok tovább lőni, és ezért ding, ding, ding. Hát ez így haláli. Na, ha jól emlékszem, itt fejlesztés nincsen, mindenhol ugyanazt az egy cuccot veszed fel, ezt a puskát. Úgyhogy... Itt most az fog történni, hogy szépen ideállok, és... Ébresztő! Ez nem nektek szól, hanem a kasszás pajtásnak. Itt szerintem Renoki álmából ébresztettünk föl. Épp nyúl a kávéjáért. Kávé! Ezt halljuk így éppességgel. Jön ki. Hát, elletibázza, az nem kávé. Gyerünk. Nem tudom, hogy itt mire, minek kellene egyébként történni. Ilyenkor egyenesen futok. Nem tudom. Én itt nem szoktam keresni sem fejlesztése, semmit. Szerintem ilyenkor pont az a lényeg, hogy minél előbb húzzunk el innen a francba. Jaj, na akkor most jön az, hogy erre fordulunk és lövöldözni kell, de amúgy tök fölösleget sem, mert így, így nem lesz semmi haszna. Ez nem gyengíti, nincsen rá hatással, semmi. Csak lőjük. Ajjajajajajaj, kapott egy kicsit. Kapott egy kicsit a homlokára. És ez nem homlok puszi volt. Na most jön az a rész, amit nagyon utálok az egész játék folyamán, és hiába könnyűben vagyok, azért itt is el lehet rontani, amikor be kell mérni a fejét. Ezt én annyira utálom, annyira nem szeretem. Ez a tétlenségi állapot lesz, hogy állok, és várok, ameddig kinyitja a szemét, mondjuk így. Szerencsét vettem. Na, és ez nem ilyen rohadt utálok. Egy tipp, álljatok be középre. Mert ha innen elkezd lőni, akkor tudunk bármelyik irányban menekülni. És most észrevesz minket, és most kifejezetten minket fog lőni. Ilyenkor álljunk vissza. Igen, el kell állni egy helyben várni, hogy lőjön egyet, és hogyha látjuk, hogy már elindult egy irányba, akkor... Ez szerintem éppen, hogy csak egy lépésnyire lehetett tőlem. Kicsit ideges lettem volna. Jaj, de utálom. Nem szeretem se a sáskákkal. Köszönöm. Nem szerettem se a sáskákat, semmilyen egyéb bogarakat, és egy több száz méteres fémbogár épp jön felém, az valahogy nem egy nyugtató látvány. Hú, na, szóval,
Egy helybe kell állni, látjuk, hogy elindul felénk a nyaláb, arrébb caflatunk egy csöppet, és akkor utána kezdjük el bemérni. Itt a legvégén nincs más dolgunk, egy helybe állni, és a szemére összpontosítani ezt a lézert. Ez a legegyszerűbb. Ezt így kell. Szerintem, hogyha egy kicsit nehezítik a nehézségi fokozat egy kicsit nehezebbre van állítva. Hú, de jó mondat, szerkezet. Aztán minden itt feljegyzésre kerül. Na szóval, hogy nehezebb is a játék, szerintem ugyanez a taktika. Narratívban ez a taktika. És akkor... Shepard. Nem értem. Hogy mondjam, szerintem ezek a kasszások egészen jók lehetnek a pszichológiában is. Akkor miért nem a keresztnevünkön szólítanak minket? Jó, tudom, értem a játék részéről, kicsit nehéz lenne mindenféle névhez kiejtést csinálni, de ha úgy veszük, akkor sokkal jobb lenne a keresztnevünkön szólítana minket a játék. Az kicsit jobban úgy érezni az ember, hogy hozzászól a gép, mert most gondoljátok el, ugye, juhász! Rárival, hogy juhász! Ugyanolyan lenne, mint Rárival. Kovács! Meg nagy, meg kis! Inkább komikusan hangzik. Nekem végül is. Kb. Egy olyan vezetéknévről van szó, ami ugye nem csak Magyarországon, ha lefordítjuk, hanem azért Amerikában is igen, csak eléggé gyakori családnév. Ez olyan, mint nálunk lenne a Szabó. Szabó... Nem tudom... Szabó kapitány kalandjai. Mass Effect magyar... magyarítva, vagy magyarosítva. Jó van. Jaj, egy kicsit távolodtam a történettől. Na. Ez a kasszás meghalt, úgyhogy... Itt most némi... diplomáciai veszekedés következik. With the old machine dead, we could upload them to all Geth without sacrificing their independence. Mm-hmm. You want to upload the Reaper code? That would make the Geth as smart as when the Reaper was controlling them. Yes, but with free will, each Geth unit would be a true intelligence. We would be alive, and we could help you. Our fleet is already attacking. Uploading the code would destroy a kódnak a feltöltésén gondolkodjuk, hogyha feltöltjük, akkor minden get olyan intelligens lenne, hogy olyan intelligens lenne, hogy mint amikor a kasszások irányították őket, de egyrészt ez mint ahogy ugyebár mondjuk gépek, amit lejegyeznek, az általában pontos, de mondjuk szerintem ugyanúgy tudják manipulálni. Látszik, hogy itt a kvárik voltak a felelőtlenek, egyrészt csináltak egy olyan lényt, aminek van saját, túl intelligensé tették, aztán meg ellenük fordultak, aztán nem jött össze a dolog. Na! Úgyhogy mind mivel példaképek vagyunk, ezért szépen elindítsuk, hogy senkinek ne legyen baja. The Reaper is dead. Stand down. This is Admiral Tully Zora. Admirális. Annyira furcsa látni, hogy admirális. 60%. The Geth are about to return to full strength. If you keep attacking, they'll wipe you out. Your entire history is you trying to kill the Geth. You forced them to rebel. You forced them to ally with the Reapers. 80%. The Geth don't want to fight you. If you can believe that for just one minute, this war will be over. You have a choice. Please. De jó, benyúltunk az arcunkba, hogy így. Ennyire viszket. De furi egy mosoly volt.
Error. Copying code is insufficient. Direct personality dissemination required. Shepard Commander, I must go to them. És a figyelj, I must go. It's the only way. Azt mondja, mennem kell. Most azt mondta, hogy én. The answer to your question was yes. Igen, ez még amikor először játszottam, egy kicsit olyan idegesek voltunk, mert például Dodi nagyon, annak idén nagyon sok időt töltött azzal, hogy légiót mindenhova magával vitte. És most akármi történik, légió meghal. Jó, nem fair play az élet sem, de azért ez kicsit kiütötte a biztosítékot nála végül is. Admiral Ron, I heard your ship made a crash landing. Na. Nézzük. If Hanegaro hadn't stopped, he did. We have taken heavy losses. És most olyan furi lesz, hogy beszélgetni fog a Juggernauttal. Nézzük, na. You are welcome to return to Rannoch, Admiral Ron, with us. Köztünk. Legion? No, I'm sorry, Commander. Legion sacrificed itself to give us all intelligence. It will be honored. Good. And we will honor Legion's promise. Igen. The Geth fleet will help you retake Earth, and our engineers will assist in building the crucible. Igen. Légió feláldozása véget a... A Gethek azért valamit azért tartanak magukban, hogy... Hát most segíteni kell. Majd, ahogy megyünk a hajón körbe-körbe, majd Tali elmond pár olyan információt, hogy a Get-Quarius együttműködésnek milyen kis előnyei lettek. És akkor megint jön egy kis unalmas rész. Talival beszélgetünk. Hogy mondjam én ennél? Beachfront property. Hogy mondjam, nincs annál jobb, amikor egy, ez most nem, azt se tudom ennél a bolygón, ez naplemente, vagy napkelte, de úgy tényleg. Na jó, mondjuk azt, hogy naplemente, ugye a sárga színeiből kiindulva. Nincs is jobb dolog egy naplementében, egy halott kaszás mellett tájat nézni. Ráadásul egy olyan tájat, ami úgy néz ki, mint a Grand Canyon. De tényleg. Magyarul tök jó. Elintéztük, hogy a Quarius visszakapják az anyaföldjüket kb. Egy hónapra. Mert a kaszások úgy is jönnek. És így nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Úgyhogy. My team on Haystrom, my father, even Legion, I'm mourning a Geth. How crazy is that? Húha, egy Gethet csinált. Hát, ja, ha úgy vesszük. It is beautiful, though, isn't it? Yeah, it is. Ez igen, egy Grand Canyon tényleg csodálatos, kicsit száraz. Istenem. És levette a maszkot. Egyrészt engem ilyenkor ez is zavart, hogy miért nem láthatjuk izé a Talinak az arcát. Miért nem? Mi az Isten az, ami nem lehetett engedélyezni? Ez, miért nem csinálták meg? Erre, amikor van egy a férfi részlegen románcolunk Talival, akkor odaraknak egy olyan képet, ami cseppet photoshoppolt és szembe van a nappal. Hurrá! Remélem azért az Andromédában az erre már találunk egy kisebb megoldást. Vagy nem, ezt is megint egy ilyen nyitott dolog lenne. Vagy az van, hogy nem tudják eldönteni, hogy hogy nézzenek ki a Quarius a maszk alatt. Mert félnek, hogy ezek után nem tudom. Na. Commander, something on your mind?
Ugye most van a szokásos csekkolás Hackettnél, hogy... hogy mi hogyan halad, milyen segítségeink vannak. Úgyhogy... Egyén meg tudjuk hallgatni, hogy mi hogyan van. Szóljatok, ha egyébként ez a része már volt a járt, ezt már egyszer megkérdeztem. Annyira nem emlékszem már, hogy mit kérdeztem meg, meg mit nem. Már hogy... Hát már nem tudom. Shepard, let me tell you something that I've learned the hard way. You can pay a soldier to fire a gun, you can pay him to charge the enemy and take a hill. But you can't pay him to believe. I don't follow, sir. When you get up against Sovereign, there was no good reason to believe. Én csak nézek ki a fejemből, és várom, hogy legyen egy kis szünet.